Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Satisfactory folytatása. Elkészültünk az acélkütyűhöz való alapanyagokkal végre valahára. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry grants access to new, simple steel parts. An additional project part can now be constructed. Progress to the next phase is now possible. Woohoo! No, mi kell ehhez a öntödéhez? Kockák meg rotorok, az még akad, meg beton. Jó, hát ez sima liba. Jó. Építsünk egy új szintet. Aztán ott majd kiderül, hogy hány és hogyan fér el. Vegyük ki ezt. Hogy állunk belőle? Alapvetően mindenünk van, ami kell. Beton leszámítva. Egy adag betont azért marjunk föl. De a betont azt följebb gyártjuk. Jó, ez a hulladéktárolóm. Akkor rossz helyen gondoltam magam. A beton az még följebb lesz. És majd előbb-utóbb végre meg kell rendezni ezt, bár némelyiket használjuk, úgyhogy nem annyira nagy probléma némelyik. De mondjuk, ha lesz rendes le- és feljárunk, akkor azért talán kultúráltabban lehet közlekedni. De mondjuk ez a hármas tároló, ez valószínűleg nagyon sokáig kell még. No. Meg ez a tároló is. Akkor igazából a kockákra lassan szükségem van. Lemezekre mindig. 18 rotor. Mégis egy adag akad. Egy nem is csekély adag. Jó. Ezt még nem tudjuk, hogy valahol onnan fog jönni a szén. Úgyhogy leginkább talán itt, ezen a sarkon kellene a ugródeszkánkat használni. Járművek. És oké, oda tudunk építkezni. Azt hiszem a három kocka az továbbra is. Rendben lévő magasság. Ó, splotch. Egy, kettő, három, négy, öt. Jó. Alapozzunk. És akkor jön majd a számtan, hogy mennyi fér el ebből a öntödőből, és hogyan mennyi fér el. Egy, kettő, három, négy, öt. Akkor ennyi a méret. Hát nem, nem azt mondom, hogy fényesen sok. Ja igen. Múltkor megnyitottunk pár ilyen bogyót, bár egyre még nem nagyon használtuk őket. És egy darabig nem is fogjuk. Mert szépészetileg hasznos, de belefér későbbre. Mennyire vagy szürreálisan nagy? Nem olyan vészes. Ha jól termelünk, akkor hármat el tudunk rakni. Ha jól számolom.
Az összesen 6. 6 öntöde. A két terméket majd valahogy besuvasztjuk. 45-45. Kifér 3? Vagy ide csak 2? De mondjuk meg kell fordítani, de kifér a 3. A jó hír az, hogy kiférnek. És akkor 6, esetleg 7, nem hiszem, hogy egy 7. kiférne. Hát nem, nagyon nem. De 2×3, azaz 6, az befér. Alapvetően. És akkor itt mondjuk egy következő szintre való feljutás is kifér még. Jó. Az ugye 3x 145, az 3x 90 effekt, az 270. Az egy Mark 3-as szallag, tehát amikor majd lesz végre acél, akkor egyébként két szallaggal ezt ki is tudjuk szállítani, szolgálni. Jó. Oké, még lehet, hogy egy kicsit kijjebb kell majd őket húzogatni, hogy szépen elférjünk. Ha megtalálom a eszközöket, amit keresek. Sőt, igazából biztos, hogy kijebb kell. De akkor itt a középsőn kell majd valahogy kisakkoznom, hogy elférjünk. Ja, visszatért. Csak nagyon brutális sebességgel elhúzott. Igazából, ha itt megy az egyik, és kettővel fölötte a másik. Az azt hiszem működni fog. Jó. No. Ugye ez eddig mehet ki. Először rakjuk ki addig, ameddig kimehet. Hogy a kijáratot belőjük, hogy azt meddig húzhatom ki. A gyűjtőt. Ezt még nem tudom melyik irányba, de mondjuk menjen ebbe az irányba. Oké. Ha minden igaz, akkor ez a... Ez a legszélső pozíció.
ahol ez még kifér normálisan. Jó. És akkor ugyanezt a mintát fogjuk majd oda bent követni. Jó. Logisztika. Nem, ide elosztok el. Egy el arrébb. Ugye? Elvileg igen. És most elvileg ennek működnie kell. Innen meg oda megy. Jó. Akkor gyakorlatilag ezt kell majd ismételgetnünk. De a másik oldalra is még be kell sakkoznunk. Mennyivel kell bejebb, kijebb, messzebb? Jó. Hogy ott is jó legyen. Azt hiszem itt stimmel. Vagy ha nem is stimmel, akkor legrosszabb esetben egy picit messze van. Ami még mindig a jobb eset. Kérdés, hogy van-e elég hely itt egy gyűjtőnek? Mert akkor nem izgat, ha egy pici toldást kell használnunk. Egyel visszább. Oké. Működik. Jó. Remek. Akkor ezt a mintát tudjuk majd követni. Akkor is, ha nem lesz egyszerű mutatvány. De kérünk egy falat. Fölülre, középre kérünk egy áramelosztót. Hát az építkezés idejére egyet kirakhatunk, annyira nem vagyok szigorú a üggyel. Használni nem lehet állandóan, nem pedig építkezni nem lehet belőle. Oké. És akkor igazából ez a valódi pozíció. Ez itt és így fog működni. Aztán ezt fogjuk még majd kétszer lemásolni, ha elkészülnek az első eszközök. Az első acél elemek. Jó. Kérünk egy falat.
Ez, ha minden igaz, akkor pont abban a magasságban megy. Vagy nem. De nem izgat, majd az elsőbe megy. Ott, ahol kell. Valahol itt lesz egy sikám benne. Majd meglátjuk, hogy itt hogy tudom áthúzni, hogy átjárható legyen, de az még az nagyon-nagyon messze van. És akkor az egyik a szén, a másik meg a... Hogy hívják? Vas. Nagyjából mindegy is, hogy melyik-melyik. Először a hátsót kéne megépíteni, mert meg tudom. Mert akkor azokat meg tudom építeni. Remek. Aztán, hát olyan, amilyen a külseje a létesítményeinknek. Azért ez elég magasan van még. Jó, rengeteget kérünk ebből. Már csak azért is, mert még a szenet be kell húzni. Meg valahol van ugye a vas. És akkor ugyanígy egy adagot a póznákból is. Hát, csavar nem kell, de akkor legalább töltsük föl. Annyiban járuljunk hozzá. Az ügyhöz. Na jó, itt a fele úgyis lyukas, úgyhogy relatív könnyen le lehet ugrálni. Mi kell nekem? És akkor ide kell majd egy vas. Igazából lehetne egy teljesen új vas. Mert úgyis majd egy majdnem teljes bánya kell. És akkor nyugodtan lehet. Egy új, egy teljes szál kell majd, de akkor kell hozzá egy csomó egyéb. Beleértve a két kis bütyök, de azt nem így gyártjuk, hanem a másikban. Van két helyünk, pont kettő van. Ez szerencse. Az nagy-nagy szerencse, hogy pont két helyünk van. Ja, ahó, még csak álmodozok már kettes bányáról. Az majd valamikor lesz. De elvileg ez 120-at tud termelni, úgyhogy papíron tudna többet, mint amennyit használni fogunk. Nem mindegy is, ez most úgyis csak arról szól, hogy egyáltalán termeljen.
és a kinti cuccokra meg nem nagyon érdekel, hogy szép, nem szép. Annak működnie kell, nem szépnek lenni. De azért, ha semmiben nem kerül, akkor lehet szép. Vagy legalábbis egységes. Szép az, az talán túlzás. Ugye ez bármilyen formában is szép. No, és akkor a szenet vonszoljuk be. Elvileg errefelé van ugye a bázisunk hozzá. Valahol félúton elhagyva. Energia van rengeteg. És akkor az ez baráti, hogy 4-et össze lehet húzni, vagy 6-ot. Abból a acélbányából, vagy erőöntödéből. Így elég sok acélt tudunk annak ellenére, hogy egy szintet használunk csak el gyártani. Az igazán pozitív. Erre hagytuk el. Szénszallagunkat. Alapvetően itt. Mert nem örülök. Az némi küzdelmet jelent. Na ez a nyavaja most itt kerget is engem. Mert pedig ő még úgy érzi, hogy neki itt dolga van velem. Hiába. Nem kölcsönös ez a hozzáállás. És most itt van a másik. Galád is. Itt vannak a szörnyikéink. De a legjobb szerencse, hogy már nem kell gyűjtögetni növényt. Mert van bányánk, szénbányánk. És szénerőművünk. Úgyhogy az legalább szépen dolgozik, működhet. Gond nélkül. Remek. És akkor innentől már csak annyi a kérdés, hogy hogy mint. És a következő szinten tudunk a acéllemezből, vagy acél öntvényből lemezt, gerendát, meg csövet gyártani sima konstruktorokkal. Jó. Akkor, amíg lassan fölér a szén, meg a vas, addig én fölmegyek szépen. Beton van. Mi egyéb van?
azt a vasat, vagy nem tudom mit bedobom. Igazából ezt is. Többére szükségem van, vagy szükségem lehet. Inkább így fogalmazok. Hát most nagyjából kiürült az, amit bedobáltunk oda a hulladék. Úgyhogy elvétve a... Hogy hívják, ott beraktam, mint forrást. Az űrliftbe való terméket, az elvileg most nem annyira szükséges nekem, úgyhogy bedobáltam, mint fordító eszköz, mint hulladék egy részét. Abból némi pöttyöt termelünk, de nagyon-nagyon lassan csak. Értelemszerűen. Ha arra kell bazíroznunk, hogy abból mennyi idő alatt lesz termék, akkor az soha. Akkor ott a válasz soha. Körülbelül. Vas megérkezett. A szén az még érkezőben. Dolgozik, csak nagyon lassan. Ha jól látom. Jó lenne, ha elkezdene érkezni. Na mindegy. Bíznunk kell benne. Ide is érkezik. Jó. Alapvetően itt tudunk egy feljáratot kiépíteni neki. Nem nagyon jön az a szén. Ennyire nem lassú. Emlékeim szerint. A helyzet. Na mindegy. Egyelőre még nem törődünk vele. Majd ha még mindig nem lesz, amikor kezdünk itt dolgozni, akkor nézem majd meg, hogy hol és miként sikerült valahol elakadnia. Gondolom valahol ez lehet, hogy valahol nincs meg a átkötés. Ez majd kiderül, hogy elég három szint, vagy sem az öntödéhez. Azt hiszem elég, de majd kiderül. Elég. Bőven elég. Jó. Vagy hát bőven az azért erős túlzás, de elég. Na hát igencsak magasan vagyunk már, és még a legelején vagyunk az egésznek. Azt hiszem itt még egy sorunk van, igen. Egy sorunk vagy egy sörünk valamelyik. És majd itt jön az acélnyomokba. Szén még mindig nem jött föl, úgyhogy kezd zavaró lenni. Na jó, akkor azt hiszem muszáj vagyok lemenni. Mert ott valamit el... Valahol valamit elszúrtunk. Ami nem túl jó hír. Jobb lenne, ha nem lenne elszúrva.
Bármi is az. Aha, csak lustaság van elszúrva. Ennyire lassan jött ez a szén. Hogy mostanra ért föl. Lol. Ennyire hatalmas távot húztunk ki. Szuper gyorsan ezek szerint. Vagy... Ó, tudom mi. Ja, attól függ, hogy mi, hol vagyunk pontosan, ezek a távolba fölhúzott függőleges liftek nem mindig kerülnek a játék logikai részébe is létrehozásra. Csak kihelyezi, de nem építi meg fizikailag. Valószínűleg ez volt, hogy ott az egyik darab az csak grafikai értelemben létezett. De mint működő lift nem. Mert nem voltam elég közel, hogy olyan szempontból is megépítse. Ami most kellemetlen akadálynak bizonyult. De legalább akkor ez a probléma megoldódott. Jó. És akkor kellene konstruktorok. Elfér két sor, és akkor lesz az egyiken lemez, vagy mi az gerenda, a másikon cső. 60, 30. Igazából nincs két teljes szál, úgyhogy sehol nem vagyunk a szükséges feladvány, az úgyse. Oké. És mi kell nekem egy elosztó? Sok-sok-sok elosztó. Remek. És itt egy újabb elosztó. Itt még ha kellett, talán még rövidebb a hely. Még szűkebb. De addig, amíg működik, addig nagyjából mindegy. És...
Működik. Jó. Na, hát akkor van vasunk meg. Acélunk meg. Be, mi egyebünk. Készülnek a gerendák. Csövek. Mi egyebek. Mindenki boldog. És akkor megnézzük, hogy a következő cucchoz mi kéne. Következő feladványhoz, ami részben most már a hipercső, ami nagyon-nagyon hasznos lesz, mert végre tudunk közlekedni kulturáltan. Lehet, hogy nem itt kéne átmásznom. Úgy általában. No, járművek. Ez igazából megvan, de nem érdekes. Megvan minden, majd lesz. Ez igazából megvan minden, és mondjuk ez adná a járművet, meg a felszerel, az hasznos lenne. Hipercső. Na, ez kell ő, és ezt így gyártjuk majd, jó. Akkor a hipercsőhöz kell először a fejlett acélgyártás, és ahhoz a betonozott acél. Gerenda. És logisztika 3 is innen fog jönni, ami szintén kell. No, hát, akkor gyakorlatilag ezt a négyet mind kell. Ezt meg közben me lehet valamikor dobni. Akkor alapvetően most erről fog szólni. Talán ezzel fogjuk kezdeni, bár ez rengeteg rotor kell. Nem annyira boldogító. Jó, és mind a három kell a következő programhoz. Igen. Ebből lassan-lassan érkezik. Ezt azt hiszem már tudnánk gyártani. Igen. Kocka meg acél, gerenda. Ebből meg majd valamikor lesz. Na hát innen fogjuk folytatni. Mára ennyi. Van acélgyártásunk is. Wuhuu!